Csetény, mint egy 2000 lakosú falucska a Bakony szívében. Csendes, nyugodt hangulata felüdülést jelent a városi látogató számára. A községet 10 tagú képviselőtestület vezeti. Számukra a település folyamatos fejlesztése és az intézmények biztonságos működtetése a legfontosabb feladat. Büszkék arra, hogy a település működési hitelek nélkül is képes ellátni közfeladatait. Teljesen hatékony gazdálkodással próbáljuk azokat a forrásokat beosztani, amelyeket részben állami normatívaként, részben pedig saját bevételként produkálunk. Ebből egyre nagyobb összegeket tudunk fordítani fejlesztésre, igaz, hogy ez még mindig nem elégséges, mert rengeteg forrást el lehetne ebbe a faluba még költeni a falu szebbététele és a környezet rendbe, teljes rendbetétele érdekében. De úgy érezzük, hogy azért, ha nem is gyors léptekkel, de lassan mindig többet tudunk ezekre a célokra fordítani. Hogy illusztráljam, számokba a tavalyi évben például 27 millió forintot fordítottunk fejlesztésre, beruházásra. Az idei év első felében 20 millió forintos beruházás keretében a község 6 utcájában újult meg az útburkolat. Szükség volt a munkára, hiszen tavaly befejeződött a közművek kiépítése. Ennek nyomait is eltüntették az aszfaltozás során. A falu legnagyobb büszkesége azonban a kastély. A gyönyörű épület önkormányzati tulajdonban van. Felújítása komoly terhet ró a település költségvetésére. Külsőleg már megújult az egykor Eszterházi kúriaként ismert kastély, de a belső rekonstrukciót még nem sikerült teljesen befejezni. A község tervei megvalósításához pályázaton próbál meg pénzt szerezni. Ebbe a komplexumba a jövőbe szeretnénk 9 garzonlakást a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel és létesítményekkel együtt megvalósítani, idősek háza céllal vagy funkcióval. Nem tudjuk, hogy ebben mennyire leszünk szerencsések. Jelen pillanatban benn van az április 30-ig benyújtott support pályázatunk egy 70 milliós összegre, hogy milyen mértékben leszünk sikeresek. Nem tudom, nagyon örülnék neki, mert akkor még a 20-25 millió önerő hozzátételével ezt teljesen újjá tudnánk varázsolni egy 2-3 éven belül, és be tudnánk indítani ezt a tevékenységet. A kastély megszépült kertjében kialakított piknikpark és játszótér ma is fontos szerepet játszik a falu életében. Ott jártunkkor éppen a falunapi rendezvények zajlottak az árnyas fák alatt. Ezt szeptember közepén a helyi tenyésztők lovas felvonulásával színesített szüreti mulatság követi majd. Bár ez a terület nem borvidék, a falu határában szépen gondozott szőlőhegy terül el. A bor mellett a helyi pálinka főző erdei gyümölcsökből és szőlőből készült termékei szereznek hírnevet Cseténynek.